játéksarok és a játékban elmerülő gyerekek. Ez a látvány fogadja azokat a vásárlókat, akik belépnek a Paksi Barta Autó 2000 Kft. Üzletébe. Az autókereskedés tulajdonosa azt mondja, már több éve különös hangsúlyt fektetnek a családi élet és a munka összeegyeztetésére. Cégük ezzel a szemléletmóddal nyerte meg a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom által alapított az Év Családbarát Vállalat díjat kisvállalatok kategóriában. Ez a díj, ha jól tudom, már 8-10 éve létezik, ebben az évben három kategóriában volt. A nagy válti kategória, a középválti és a kisválti kategória, és hogy ez egy családbarát vállalati díj. Én úgy tudom, hogy a kategóriánként körülbelül 100, több mint 100 pályázat érkezett be, és mi ugye ebből 100 pályázatból lettünk az elsők. Úgymond régóta családbarát cég vagyunk, ugye az oka az, hogy elég sok hölgy dolgozik nálunk, van nálunk könyvelés, és ugye a hölgyek ugye azért egész más gondolkodások, mint a férfiak, ugye van, gyereket szülnek, elmennek gyesre, visszajönnek gyesről, és ugye ehhez mi próbáltunk mindig alkalmazkodni, és azt gondolom, hogy ez is egyik oka. Ugye rengetegszer előfordul, hogy akkor a gyereket hazaküldik az óvodából valamiért, anyukának még van dolga, akkor itt nálunk el lehet, azért is van ez a kis játéksarok. Ugye én is két kislányom van, két nagylányom van, most már kétszeres nagypapa is vagyok, tehát ugye a gyerekek közelsége, szeretete az a céget átlengi. Ugye többen kötöttek házasságot, tehát több kollégánk van, 3-4 kollégánk van, aki itt ismerkednek a cégnél, és itt kötöttek házasságot, és itt születtek a babák. Ugye azt gondolom, hogy ez nálunk spontán jöhetett, és most ugye valósággá is vált, tehát díjazottá, illetve elismerése is. Ahhoz, hogy a cég részt tudjon venni a versenyen, egy pályázatot kellett elkészíteni, amelyben összefoglalják, hogy milyen intézkedéseket vezettek be a koronavírus járvány miatt, illetve hogy mely tényezők alakítják a társaságot családbarát munkahelyé. Konkrétan a családbarát stratégiánkat kellett bemutatni, a nálunk lévő lehetőségeket, ugye, amiket a dolgozóknak biztosítunk. Nálunk azért nagyon-nagyon rugalmas a munkaidő. Gondolok itt a kezdési, befejezési időpontra, hogyha valakinek el kell menni a gyerkőcért, akkor elmegy érte, be is hozhatja a céghez. Van itt mindig, aki éppen pesztrálja a gyereket, hogyha a szülőnek olyan sürgős dolga van, amit meg kell oldani. Aztán ami fontos még, hogy jelen pillanatban kettő olyan dolgozónk van, akik Lombik programban vesznek részt. Ők már nagyon-nagyon közel vannak a végcélhoz, és ugye elég sokat kell nekik orvosi vizsgálatokra járni. Mi erre munkaidőkedvezményt biztosítunk nekik, tehát ez idő alatt nem kell se táppénzzel menniük, se szabadságra, se ledolgozni ezt az időt, tehát ezzel is megpróbálunk hozzájárulni a nyugodt körülményhez, és hogy azon ne kell neki aggódni, még a másik problémája mellett, hogy akkor úristen, most a munkámmal mi lesz, vagy hogy tudom ellátni. Úgyhogy tulajdonképpen ezt is behoztuk. Aztán tulajdonképpen van még egy szülinapos munkaidőkedvezményünk, ami azt jelenti, hogy a szülinapja alkalmából mindenki kap egy nap munkaidőkedvezményt, amit természetesen a munkájához igazítva vehet ki, tehát hogyha neki a születésnapján dolga van, akkor azt meg kell csinálni, de máskor megkapja azt a munkaidőkedvezményt. Aztán tulajdonképpen a munkakör megosztás, ami még fontos nálunk, mindig azt nézzük a munkaszervezés során, hogy tudjuk megoldani azt, hogyha mondjuk az egyik dolgozó kiesik, és mondjuk akkor a másik el tudja látni azt a feladatot, vagy ugyanazt a munkát többen látják el, és ezáltal soha nincs az, hogy akkor most egy dolgozón kiesik, és nem tudjuk ellátni a feladatot, hanem tudják egymást helyettesíteni a kollégák, tudják egymás feladatait, és ezáltal így a munka nem akad fent, tehát bármi is történik. Természetesen nem csak a női dolgozók pályafutását kísérik nagy figyelemmel. Többek között a férfiakat is segítik abban, hogy nagyobb szerepet tudjanak vállalni a családi életben. Illetve azokat a munkatársakat, akiknek idős családtagjaik már ápolásra szorulnak. Férfiaknak is van olyan lehetőség, hogy például az otthoni szerepvállalás, tehát hogy azt is támogatjuk. Most például ugye az egyik kislányjal, aki itt van velünk most, a Maja, ugye náluk az apuka, anyuka nálunk dolgozik. Most ma a Maját orvoshoz kell vinni, akkor az apuka elmegy vele, és akkor most elviszik oltásra, vagy elviszik védőnőhöz, tehát mi folyamatosan támogatjuk ezeket a dolgokat, tehát nem
az van, hogy az anyuka egyedül magára van hagyva, hanem elkísérheti nyugodtan az orvosi vizsgálatokra. Aztán igazából van olyan kollégánk, aki mondjuk férfi és idős szülő hozzátartozók vannak, ő pedig később jár dolgozni, mert minden reggel ellátja a papát. És ez nálunk természetes, hogy ő reggel ellátja papát, és később jön dolgozni. Mindenkinek a saját, hát nem is azt mondom saját belátására, de viszonylag ebben olyan szabad kezet adunk úgy a dolgozóknak, hogy nyilván ezt előtte a vezetőnek szólni kell, tehát olyan nincs, hogy valaki csak úgy eltűnik, és nem tudjuk, hogy hol van, hanem ő előtte közül, hogy neki egy ilyen vagy olyan dolga van, és akkor megbeszéljük, hogy akkor milyen feladata van, meg tudja csinálni, nem tudja megcsinálni, kinek adjuk át, és akkor nyilván nem kell neki ledolgozni ezt az ilyen. Oda-vissza működik, nagyon-nagyon pici a fluktuációnk, tehát tényleg aki eljön hozzánk dolgozni, azok általában hosszú távra terveznek, és tényleg olyan rendkívüli okok miatt mennek el, ha elmennek a dolgozók. A cég tulajdonos úgy fogalmaz, hogy szükség van az utódokra. Ezért tesz meg mindent annak érdekében, hogy olyan rugalmas munkahelyet biztosítson az alkalmazottainak, ahol a vezetés támogatja a családokat. És azt gondolom, Magyarország fennmaradására is szükség van a jövő nemzedék gyerekekre, mert nélkülük nincs Magyarország. Tehát én mindenképpen magunk szintjén ezért is támogatjuk ezt a dolgokat.